Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit innen a... Itt vagyok Tapolcán még mindig, és amit szeretném nektek meg bemutatni, ez a hátam mögött lévő 4-es No6-nak a torzója. Egyébként annyit érdemes tudni, hogy eredetileg ez a közlekedési múzeum előtt volt, és amikor az épületet elbontották, akkor szállították Tapolcára, de már kb. 3 éve itt van. És egyébként a 4-es No6-nak az a története, hogy ezt ilyen múzeális megőrzendő darabnak szánták, már 1997 vagy 98 környékén már ez volt a sorsa, hogy ebből majd ezt meghagyják és múzeum lesz csak. Közbeszólt egy baleset 1999-ben, menetbeszélt egy vonatot vitt Tapolcáról Fehérvárra, és rászaladt egy fára, és kisiklott, és javíthatatlanul megsérült, de ez az eleje, a vezetőállás, ez megmaradt, és ezt állították ki először a közlekedési múzeum előtt, és aztán 2015-ben szállították ide a Tapolcára. Elmiszerettem te közelebbről. 2016. Ja, köszönöm a helyesbítést, igen, 2016-ban késő össze szállították ide. És akkor megmutatom nektek, itt van a táblája, és szerintem itt... Egyébként, hogy ugyanaz, amit elmondtam, az itt le is van írva. De szerintem olvasni mindenki tud, úgyhogy nem fogom nektek felolvasni, csak nézzétek meg. Egyébként fel lehet menni a No6-ra? Szóval most tudtam meg, hogy kb. 2 óra múlva föl lehet menni a vezetőállásra, úgyhogy azt is meg fogom nektek mutatni, de reményem szerint ez soha fog erre kerülni, meg tudom nézni, és egyébként nézzétek meg, itt van ez egy vezetőállása, ez teljesen éppen így megvan, ez a része a No6-nak. Amit sikerült megmenteni a baleset után, az egy pillanatban, és látszik, hogy gondját is viselik, mert látszik, hogy karban van tartva. Nézzétek meg. 1963-ban jártották, és nyilván is itt. És ott 1998-ban nyilvánították védetté, hát sajnos ugye üzemképesen nem maradt meg ebbe a baleset közbeszólt, de nézzétek meg, itt van a forgóváz, többi minden megvan, és hát lehet menni, és még ki is van világítva erre az alkalomra. Nagyon körbe is járom, mert tehát megmutatom minden irányból. És reményem szerint a vezetőállásba is be tudunk majd menni, és meg tudom nektek azt is mutatni. Igaz? Ez így igaz. Mindegyiknek jellegzetes saját sajátos hangja volt, és hát nem volt olyan sok belőle. Én megyek. Akkor lessünk be a vezetőfülkébe. Hát. Igen, ez a fejem volt. És itt vagyunk a vezetőfülkébe. És így nézzétek, meg így néz ki egy No6 vezetőfülkéje. Némely dolgot azért ki kellett volna maszkolni. Ez itt a kontroller. Ez volt a kontroller. Ez a kontroller kerék, lent igen. Pedig a kontroller. Nem is a kormány. Lent pedig a kontroller kor. Ez meg a fékező szelep, ugye? Jól tudom. D2-es fékező. Illetve alatta lenne a ZBR. ZBR fékkal, de az nincsen. Ez nyilván meg a kilométer, ez a telokos kilométer róla. Igen. Oké, szép nap, sziasztok! Elég kemény fejem van ahhoz, hogy ezt kibírjak. Közben mászunk le a No6-ról. Itt van, megvan a lábad! Végére, így is van. És itt van, itt vagyunk a No6-ról. Mennyire előre? Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis rövid vlog a 4-es No6-ról. Innen Tapolcáról, köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!